Aki egyszer megszereti az operát, rajongva várja az élményt újra. És van az a réteg, aki nagyon óckodik a zenének ettől a fajtájától. A szakemberek véleménye szerint kellő időben kell a gyerekeket a koruknak megfelelő műveken keresztül bevezetni az opera műfajába. A Vármegyeházi Esték sorozatban mesteri dallamok csendültek föl, melyeket az opera irodalom kiemelkedő alkotásai között tartanak számon. Igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, hogy inkább az ismertebb áriákat, duetteket énekeljük el a közönségnek, hiszen ez az este igazából arról is szól, hogy egy kicsit a mindennapi életből kikapcsolódjanak azok, akik ellátogatnak a koncertre. Hát ugyan komoly is a műsor, hiszen ugye opera áriák is lesznek, de emellett a műsor második fele azért a könnyedebb világba kalúzolja el a nézőket. Bognár Szabolcs és Ócsai Anna Mária vendégek Tolna megyében. Szabolcs a szekszárdi, Anna Mária a Bonyhádi Zeneiskola óraadó tanára. Szokták mondani, hogy azért nem szeretem az operát, mert nem értem a szöveget, vagy túl hangos. Na most ez mind a kettőben van azért igazság, hiszen ugye az opera énekes, ugye ő hangosítás nélkül énekel a színpadon, alatta van egy 40 fős, de lehet, hogy több fős zenekar, tehát ott azért át kell tudni énekelni egy ekkora zenekart is, tehát ebből kifolyólag igen, hangosan is kell tudni énekelni, de ugyanakkor arra is kell törekedni, hogy a szöveget is értsék, hiszen hogyha mondjuk magyarul énekelünk, ugye hogyha idegen nyelven énekelünk egy operát, akkor azért a mai világban több színházban is már ugye magyar felirattal mennek az előadások, de természetesen törekedünk el arra, hogy ezek az idegen nyelvű áriák is érthetővé legyen téve a közönség számára. Úgyhogy igen, hát elég megosztó egyébként az opera műfaja, De ugye tényleg visszatérve az énekléshez is, ugye szokták mondani, hogy énekelni mindenki tud, hiszen ugye a fürdőben mindenkinek jól szól, de hát azért ez egy nagyon nehéz és színes műfaj emellett az éneklés, az opera éneklés, de azt gondolom, hogy ha valaki megtalálja benne azt a szépséget, akkor az nagyon nagy kikapcsolódást is tud saját magának is adni. Arról is beszélgettünk, hogy az opera élvezetéhez fel kell nőni. Szabolcs azt mondja, alapvetően ez igaz, de a beavató operákat a tapasztalatai szerint szereti a gyerekközönség. Le van rövidítve, és ilyen beavató jelleggel mennek az előadások, tehát gyerekek jönnek jobbára, úgyhogy vagy például most következő héten, április 30-án Varázsvólában fogok fellépni Pécset a Kaleközpontban, tehát azt gondolom, hogy a legfiatalabbaktól az idősebb korosztály mindenkinek van olyan opera, amiben meg tudja találni a saját maga, illetve az opera szépségét, de nyilván tudjuk azt is, hogy az opera azért eléggé sarkalatos, illetve réteg műfajnak számít a mai világban.